Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok, és hoztam egy Atlantiszt, egy havi bónuszt és egy nagy karácsonyt, vagyis sors egy kaparás 7500 forint értékben. Két darab 2000-es sors, egy 005 és 025-ös sorszám, illetve egy 010-es 3500 forintos nagy karácsony. Nézzük is meg először a havi bónuszt. Havi bónuszon, első játékon az lenne itt a lényeg, hogy a nyerő szimbólumokkal találjunk egyezőt, vagy a hónap szó is kijöhet. Keressük az egeret, a kukacot, széket, pecsétet és az irodaházat. Az egy aktatáskát olyanul nincs. Kávé, nem jó, növény, homokóra, tűzőgép, eddig sehol semmi, hello, gyerünk, egyezőt kérünk, lámpa, nyomtató, ötlet, laptop, és gémkapocs, egyik se lett jó, megyünk a következő játékra. Itt az a dolgunk, hogy 3-1 forma számot találjunk kötésben. 8, 2, 4, 5, 7, 2, 4. Két esélyünk van. 2-es kérünk, gyere 2, ez 6-os, akkor 4-es kérünk, az meg 7-es. Hájjájjájjájjáj. Pénzszó betűit keressük hiánytalanul. Kell egy kis lóvé, de A-t ad. V, P és E. Nem egyeznek. Nézzük meg, hogy lesz-e egy kötek pénzünk 3000-ért. Szép. Földgömb. És persely. Egy sorba ki a két egyforma száma. Nyeréshez 18, mellé 12. A szorzó az 30-szoros. Hát akkor legalább 60 000-et nyerhetünk, ha egyformákat találok. 13 és 15. 20 és 19, közel volt, de nem voltak egyformák. Sajnos nem volt nyerő az első sorsjegyünk, megyünk a következőre. Ott egy U betű, meg egy W, különböző. Nem néztem el semmit, pedig jobb lett volna. Jöhet az Atlantis. Az Atlantis sorsjegyen van egy villámkeresés, tehát bárhol villámot találunk, az összes nyeremény a miénk a sorsjegyről. Vannak színes mezőink, ahol 3-1-forma számot kell találnunk alatta, és vannak soraink, ahol szintén 3-1-forma számot kell találni. 49-es, 48-as ennyiben, 30, 28 és 22, hát itt nem volt villám, meg 3-1-forma se, 41. 47, 48, 49, te szar ez így. És 41, akkor még a 41-essel nyerhetünk, ha ide vagy ide 41-et ad. 41, 11, nem már! Hú, pedig már elhittem. És 35, nem jött a 3 darab 41-es. 22, 26, 39, 10, és 49, itt esélyt se adott. 16, 30, 18, 19, és 43. Akkor lássuk ezt a 16-ost a zöldekhez. Hát nem úgy néz ki. 13, 49, 16, 15, és 37. Na nézzük, a zöldnél marad esélyünk. 16 vagy 13 kell. Hát nem marad, mert 24-et ad. 20, 26, gyere 37, nem jön, 25, 25 vagy 37 kell. Na a 25-tel van esélyünk, egyedül azzal van itt a rák alatt esélyünk, meg a sorral persze. 19, 42, 18, és 46, akkor vagy villám kell, vagy 25-ös. Csak úgy nyerhetünk. Villám vagy 25? 5-ös megvan. És 25, yes, még a sárga köcsög alatt lévő nyeremény.
Csapletnyerő sors egy. Hello, mennyi az? 3000. Nem rossz, nem rossz, nem alapnyeremény. Tudod, szeretjük a 3000-es nyereményt. Persze, ha lenne még egy-két nyomda mögött, akkor még jobban szeretnénk, de így is jó, T betűk és a 3000. Van még itt egy szép nagy karácsonyunk, reméljük, hogy szép is lesz, nem csak nagy. 0-10 a sorszáma, és akkor nézzük is meg első játékon. Egyforma számokat kéne találni. Két egyforma számot egy sorban, és akkor ott a nyerő játékkal indítunk. 19, 30, 26. És 23, nem egyformák, sajnos ez nem jött be, de van még egy csomó sor, meg más játékok is. 21, 16, 19, és 18, megy a következő sor. 18, hát nem tudnád egy sorba adni? 18, 24, 29, és 25, negyedik sor jön. 30, 27, 16, és 21, 17, 29, 24, na gyere 17, ott a hetes, csak egyes legyen előtte, gyere 17, ne, 27-et ad. 26, 25, 23, és 28. Következő játékra megyünk. A mi számunk legyen nagyobb, mint az ünnepi szám egy sorban. 39-el kezdjük. 44-est ad magának, de kis gonosz. 40-re, 41-et. 38 és 43, 35, 40, két sor maradt ebből a játékfajtából, 32, 37-tel, hát az sok helyen jó lett volna, itt nem. És 34, nagy egy igazán picikét, iciri-picirét, nem ad, 38-at ad, ezt is ő nyeri. Jött a fenyős játék, így sornak kell vagy üresen maradnia, vagy megtelnie. És egy teával kezdünk, így gőzölög lent a tea, a legértékesebb sorban. Pinguin, az is ott van. Nem baj, hogyha az az egymillió sor telibe kijön. Egyáltalán nem lenne baj, de most egy fenyőt ad. Na maci, az is ott abban az ütős millás sorban van. Korcsolya már nem ott. Levél! Gyűlnek, már csak 3 kell oda. Kis ház. És hóember. Sapó. És harang. Szopóganyalóka, üres sorunk már nem lesz, az biztos. És mosni. Na szóval, hát most már egyenlőre úgy nyerhetünk, ha ajándékot vagy kesztyűt ad. Ez egy faszám. Az nem fasza. És az utolsó, pedig egy hintaló. Megyünk a következőre. Itt a dolgunk nem más, mint 3 egyforma összeget találni. 50 000. 7 000. 7 000, hoppá, gyere 7 000, gyere 7 000. 10 000. 1 000 000. 10 000. 10 000 vagy 7 000? Ez itt a kérdés. Most már az is, hogy akár 50 000 is lehet. Sőt, 1 000 000 is. Gyakorlatilag mindenből 2 van. Melyikhez adsz harmadikat? De adjál valamelyikhez harmadikat? Nem ad. 6 000. Ó, hogy a penessen bele. Na akkor nézzük, hogy lesz-e. Angyalkánk. Angyalkák ide. Gyertek, angyalok.
Hópehely, 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 hópehely. És hópehely, nincs angyal. No angel. Hópehely, 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 hópehely. És hópehely, ismét csak a hópehelyek. Gyere angyal. Hópehely, 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 hópehely. És hópehely. Két angyal, ha kijönne már pluszos lenne a videó. Na, gyerünk, angyalok. Hópehely, hópehely, hópehely. Na, az utolsó kettőre a két angyalt. Gyere, angyal. Ne, hópehely, akkor legalább egyet, 3500-ért. Azt se adja, ez is hópehely. És nézzük meg, hogy 7000-ért kijön-e a 24, 300 összegeként. 11, akkor 13-at kell még gyűjteni. 1, akkor gyere, 12. 12-es kérünk, az 1-es megvan hozzá, és 2-es kell. Ah, besokaltunk. 15-öt adott, sajnos ez rengeteg. Nézzük meg, hogy a betűk mit mondanak. Elnéztem-e valamit, vagy nem? Jobb lenne, ha elnéztem volna. Egyforma betűk ugye azt jelenti, hogy nyerő, a sors egy, ott egy Y. Különbözőek meg az, hogy nem nyerő a sors egy. És ott egy A. Akkor nem néztem el semmit, nem nyerő a sors egy. Volt egy jó drága 3500-as bukónk. Volt egy 2000 forintos bukunk, az is jó drága, ám sajnos. De volt egy nyerünk, méghozzá nem is alapnyereményt, 3000-et adott, legalább igaz díjnak az Atlantis, az valamit vakított, lesz ez még jobb is. Tartsatok legközelebb is velem, iratkozzatok fel, legyen szerencsénk, sziasztok!